Egyre népszerűbb a koktélparadicsom Magyarországon, de az áráért most kevesen rajonganak. 1500 forintot is kérnek kilójáért Budapesten a nagyvásárcsarnokban. Kevesebb van az importzöldségből, a paradicsom és a paprika alig egy hónapja, majdnem ötödével drágult a szélsőséges európai időjárás hatására. Zöld paprikát szeretnék, de ilyen árak mellett, mint itt van, nem. Elég sok helyen üres a pult, mert szerintem áru sincs. 3 hete senki nem vett a drága zöldségekből Orosházán. Bezárták a vásárcsarnokot, miután orkán erejű szél tépte fel a tetejét. A jégszobrászok munkáját olvadás nehezítette decemberben. Betlehemet faragtak, de nem tudták kidolgozni a részleteket a karácsony előtt szokatlan, plusz 15 fokos hőmérséklet miatt. Ezen a télen nem a havazás, hanem jégeső változtatta hófehérje a tájat sokfelé. Januárban fele annyi csapadék se hullott, mint a sok éves átlag. Csupán az északkeleti tájakon és a hegyekben alakult ki összefüggő óréteg, de ott is csak néhány napig. A déli-dél-nyugati ország részben nagyobb területen is teljesen hómentes volt az idei tél. A februári középhőmérséklet majdnem 5 fokkal felülmúlta a sok éves átlagot. A meteorológiai szolgálat szerint a 3. legenyhébb telet hagytuk magunk mögött 1901 a mérések kezdete óta. Más országokban az időjárás még szélsőségesebb volt, ezért húsvétig nálunk is drága maradhat a friss zöldség. Addig ezek az árak én szerintem már tovább nem fognak emelkedni, némileg valamelyest csökkennek, de jelentős csökkenést nem lehet várni. A fűtést viszont olcsóban megúsztuk. A legnagyobb megtakarítást december 18-án mérte az energetikai hivatal. Azon a napon nagyjából fele annyi gázt használtunk, mint egy évvel korábban.